Deák Dániel a jobboldali kötődésű 21. század intézet vezető elemzője a Terítéken sorozatban mondta el gondolatait a közelgő önkormányzati választásról. Megítélése szerint ez a szavazás elsősorban az ellenzék számára jelent komolyabb kihívást, hiszen ez az első olyan választás Magyarországon, amikor egységben rendeződve állnak fel a kormányzattal szemben. Hogyha most nekik nem sikerül mondjuk a nagyobb városokban, a fővárosban egy komoly fordulatot elérniük, akkor alapjaiban fogja az megrengetni az ellenzéki pártokat, tehát jelen pillanatban most sokkal inkább szól ez az önkormányzati választás arról, hogy az ellenzék miként fog kinézni 2022-re. Most az látszik, hogy a demokratikus koalíció Gyurcsány Ferenc vezetésével igyekszik teljes mértében átvenni az ellenzéki vezető szerepet, igyekeznek ők dominálni az ellenzéki párbeszédet, és hogyha ez most sikerül nekik, mondjuk Karácsony Gergely megbukik, és azután a DK szervez újra az ellenzéket, akkor már egy teljesen más felállást fogunk látni ezen a térfélen, mint korábban. A felmérések azt mutatják, a vidéki kisvárosokban a kormánypárt jelöltjei szerezhetnek győzelmet. A nagyobb harc a nagyobb lélekszámú települések esetében várható. Három megyei jogú városról beszélhetünk, amelyek jelen pillanatban is ellenzéki polgármester által vannak vezetve. Ezek között mondjuk Hódmezővásárhely vagy Salgótarján olyan város, ami akár a kormánypártok oldalára is eldőlhet a mostani választáson. Tehát nincsen olyan egetrengető változásra utaló jel jelen pillanatban, ami mondjuk azt jelezni előre, hogy az ellenzék az 2014-hez képest jelentősen átrendezni az erőviszonyokat. Az EP választás előtti kutatások nem mérték jól fel azt, hogy az ellenzék miként rendeződött át, tehát a DK-nak, illetve a Momentumnak ezt a jelentős erősödését nem mérték fel. Ez azért van, mert az ellenzéki térfélen nagy a fluktuáció, összeomlott az MSZP, összeomlott a Jobbik, az LMP, tehát ezeket a szavazókat felszívta a DK és a Momentum. Nagyon sok utókutatás azt mutatja, hogy akik leadták a szavazatukat a DK-ra vagy a Momentumra, azok az utolsó pillanatban döntöttek amellett, hogy így fognak szavazni. A kormánypártoknak a támogatottságát azt viszonylag jól jelezték elő a kutatócégek, tehát hibahatáron belüli különbségeket mutattak ezek a cégek. Az ellenzéki térfélem belüli átalakulást azt mindenképpen nehéz előjelezni, és ez most az önkormányzati választás esetében is érdekes lesz, hiszen itt összefogásokról van szó, ellenzéki összefogásról. Nagy kérdés az, hogy ezeket a szavazókat, ezeknek a pártoknak a szavazóit össze lehet adni egyáltalán. Ez fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzati választáson tipikusan alacsonyabb a választási részvétel, mint egy országgyűlési vagy egy EP választásnál, tehát itt mindenképpen most egy 40-50% környéki részvételre lehet számítani. Ebben az esetben a bizonytalan szavazóknak a választást befolyásoló ereje nem olyan nagy, mint mondjuk egy országgyűlési választáson, és akkor is azt láttuk tavaly áprilisban, hogy hiába nőtt meg a részvétel, hiába volt majdnem rekordmagas a választási részvétel, ez érdemben nem befolyásolta a párterőviszonyokat. Tehát most is arra lehet számítani, hogy ha mondjuk a választási részvétel az utolsó hetekre megnövekszik, a bizonytalanoknak egy jelentős része mondjuk mégiscsak úgy dönt, hogy elmegy szavazni október 13-án, akkor ez nem fogja érdemben befolyásolni a párpreferenciákat, a jelölteknek az esélyeit, hiszen a bizonytalanok is nagy mértékben megosztottak, ők is a pártok közti törésvonalak mentén megosztottak. Deák Dániel véleménye szerint egyik politikai erő sem dőlhet hátra, mert kiszámíthatatlan a végleges eredmény. Éppen ezért az utolsó időszakban is fontos lesz a mozgósítás kérdése.